A Székelyudvarhelyi Házerzső Múzeum 2013-as kiállításainak tervét mutatja Miklós Zoltán, az intézmény igazgatója. Idénre összesen 16 kiállítást terveznek. Mindközül a legnagyobb a Táguló Gutenberg Galaxis című könyvtörténeti kiállítás lesz, amely a könyvnyomtatás feltalálójáról, Johannes Gutenbergről kapta a nevét, és egy olyan korszakot mutat be, amelyben a könyv addig nem tapasztalt mértékben jelentős és kitüntetett szereppel kezd bírni. A kiállítás látványterve már elkészült, 5 termet rendeznek be az emberiség írásba foglalt kulturális örökségeinek megjelenítésével. 2013-as évet mi a könyvi éveként hirdetjük meg. Ezt főként azért gondoltuk így, mert a Táguló Gutenberg Galaxis című nagy léptékű kiállításunk az mindenképpen könyvtörténettel kapcsolatos, és e köré fűzünk fel még néhány olyan kisebb kiállítást, amely könyvnyomtatás, könyvtörténet, nyomdatörténeti. Említhetnénk például a művészkönyv kiállítást, amely a budapesti művészek munkáját mutatja be, továbbá mesekönyv illusztrációt gyereknap alkalmából, portrék, metszők, metszetek című kiállítást, ami ősszel lesz, és minden olyan múzeumpedagógiai és egyéb foglalkozást, amely a nagy Gutenberg kiállításunkhoz csatlakoztatható. A könyv és könyvtörténethez kapcsolódó tárlatokon túl képzőművészeti, történelmi, régészeti és fényképtörténeti kiállításokat is szerveznek az év során. Az elsőt, Kolumbán József képzőművészeti tárlatát január 23-án nyitják meg, de az év minden hónapjára jut egy-egy tárlat megnyitó. Az idei év különlegességének számít majd a március 15-én megrendezett vasúttörténeti kiállítás is, amelynek helyszíne nem a múzeum lesz, hanem a székelyudvarhelyi vasútállomás. A legnagyobb sikert azonban a tavalyi Leonardo da Vinci zseniális találmányai után a Táguló Gutenberg Galaxistól várják. Az 5 teremben berendezett tárlaton egy szimbolikus könyvmágia hívja fel majd a figyelmet az értékhordozóra, továbbá bemutatják a híres erdélyi nyomdákat, de a hagyományos könyvtörténeten túl az elektronikus könyvek világának is teret adnak.